Üdvözlöm Önöket a Körkép Extrában. A telefonnál pedig itt van velünk Bedő Kata kultúráért és oktatásért felelős polgármester helyettes. Kezit csókolom, köszöntöm. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Az első kérdés az az óvodákra és a bölcsödékre vonatkozik, hiszen nem csak az iskolákban, általános iskolában, gimnáziumban van távoktatás, illetve az egyetemeken, hanem másfajta rendben kénytelenek működni az óvodák és a bölcsödék is. Hány intézményről van szó itt Újpesten, és milyen munkarendet követnek? Újpesten 5 kijelölt óvodában van ügyelet. Ez az 5 óvoda a JMK, az Aranyalma, a Bőrfestő Cselni és a Virág óvoda. És az első körben meghirdetett óvodák március 19-e óta működnek. A következő 3 hétben is ugyanezek az óvodák látják majd el az ügyeleti rendet, és most készül egy új ügyeleti beosztás, ami a jövőre vonatkozik. Április 27-től pedig azt tervezzük, tekintettel a kialakult helyzete, hogy a nyári bezárásokat előre hozzuk, ami azt fogja jelenteni, hogy más óvodákban lesznek az ügyeletesek, de erről pontos tájékoztatást fog kapni mindenki. Hány kisgyermek jár ezekbe az ügyeletekbe, óvodai ügyeletekbe? Jelenleg 14-16 gyermek van ügyeletben naponta. Egyébként ez köszönhető a szülők szabálykövető magatartásának, amit szeretnék most megköszönni. Ezt az együttműködést ebben a nehéz helyzetben, mind a szülőknek, mind pedig az óvónőknek. És nagyon bízom benne, hogy ez a tendencia marad, és továbbra is sikerül a gyerekeket otthon tartani. Viszont így nyilván lényegesen kevesebb óvodai és bölcsődei pedagógus az, aki a normál szolgálati rendben ellátja a napi teendőit. A többiek, ők mit tesznek 8-tól 4-ig? Illetve hát inkább 6-tól 6-ig. A pedagógusok ugyanúgy dolgoznak, online felületen segítenek a szülőknek, megmutatják, hogy mit gyakoroljanak, énekeljenek, olvassanak együtt, sokszor játékötleteket küldenek. Az óvónők egymást is támogatják szakmailag, és a szülőket is. Telefonon, Skype-on tartják a kapcsolatot. Jellemzően minden óvinak van egyébként Facebook csoportja, ahol a szülők is gyorsan tudnak egymással kommunikálni, és ezen kívül nyilván készülnek előre a foglalkozásokra, amikor visszaáll az élet, és minden a rendes kerékvágásban megy tovább. Nagyon sok dolguk lesz, azt gondolom. Bár-már csak ott tartanánk mindannyian. Azok a gyerekek is, azon gyerekek közül is sokaknak például a rendszeres gyermekvédelmi támogatás keretében jár étkezés, naponta ingyenesen több alkalommal is jár étkezés. Ők most nincsenek esetleg mondjuk ügyeletben, mert a szülők meg tudják oldani azt, hogy otthon legyenek velük. De például az ő étkezésükkel mi a helyzet? Ez valamilyen módon biztosítják-e számukra? Természetesen a kerületben 15 olyan szociálisan rászoruló gyermek van, akinek a közétkeztetését biztosító cég házhoz szállítja egyébként. 11 iskolás korú és 4 óvodás gyermeket látunk el így, de ezen kívül mindenkinek, aki igényelte, biztosítottuk a gyermeke étkeztetését. Mert hogy itt ugye nem csak a szociális rászorultsági alapon, hanem például nagy családosok vannak, 3 gyermekeseknek alapból jár térítésmentesen például az iskolai, óvodai, bölcsődei étkezés. Így van, erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy aki nyilván ezt is meg kell igényelni, ennek van egy útja. Aki ezt megigényelte, annak minden nap biztosítjuk az étkezését. Óvisok, bölcsisek, amikor róluk beszélünk, azokról beszélünk, akik már most egyébként az intézményrendszeren belül vannak, de hát azért lassacskán itt van a nyakunkon a beiratkozási szezon, és jönnek az újabb kicsik. Ők milyen módon fognak tudni, illetve a szüleik, milyen módon tudják biztosítani azt, hogy az intézményrendszerbe bekerüljenek a gyerekek? Erre lesznek például online megoldások? Mert a korábban az volt a gyakorlat, hogy itt személyes megjelenést igényelt több esetben a procedúra. Így van. A vészhelyzet miatt az óvodai beiratkozások időpontja és módja is változott. Ugye én csak az óvodai beiratkozásról tudok információt adni, a bölcsődétől a szociális alpolgármester tud információkat adni. Az óvodákban április 1-től, azaz tegnaptól április 15-ig vannak a beiratkozások egy új rendelet értelmében. Az óvodáknak a honlapjáról és az önkormányzat oldaláról is az újpest.hu-ról letölthető az az előzetes bejelentkezési lap, amelyet elsősorban elektronikusan várnak az óvodák április 15-ig tehát. De amennyiben a szülő nem tudja megoldani elektronikusan a jelentkezését, az óvodák minden szerben ügyelet
szünetet tartanak, ahol tudnak segíteni nyomtatott jelentkezési lapokkal, és ügyeleti időben természetesen ugyanígy le is lehet adni azokat. De természetesen postai úton is el lehet juttatni. Jelen járványügyi helyzetben elmaradtak a nyílt napok, így az óvodák honlapjain tudnak tájékozódni a szülők, minden információt megtalálhatnak, a programoktól kezdve az óvoda hétköznapi életen át, fotókkal, eseményekkel, szokásokkal, tehát átfogó képet kapnak a szülők az óvodákban folyó életről, de az óvodavezetők is szívesen állnak telefonon és e-mailen keresztül rendelkezésre az érdeklődők számára. Biztosíthatjuk a szülőket, hogy minden kisgyermeknek lesz helye az óvodáinkban. Volt itt Budapesten olyan kerületi kezdeményezés, és ez az óvó, illetve a bölcsődei pedagógusokat érintette, hogy ha nekik a napi teendőik, azok radikálisan csökkennek ennek az új helyzetnek köszönhetően, akkor, mint hogy önkormányzati alkalmazottak, akkor a vírus helyzete való megküzdésben, illetve az ezzel kapcsolatos védekezési tevékenységekben, elhárításival segítő tevékenységekben vennék igénybe az ő idejüket, illetve munkaerejüket. Van-e erre vonatkozóan elképzelés Újpesten is? Azt gondolom, hogy elképzelhető az a helyzet, ha a járvány eszkalálódik, hogy mindenkire szükség lesz a járvány elhárításában és a védekezésben. Erre az időszakra átcsoportosításokat tervezünk. Ez egyébként nem csak az óvónőket érinteni. Azokat, akik nem szeretnének, vagy nem tudnak szabadságra menni, de az eredeti munkájukat nem tudják végezni, és mondjuk nem veszélyeztetett korosztály, nem szenved krónikus betegségben, azokra számítunk, és azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell értenie, hogy egy ilyen veszélyhelyzetben össze kell zárnunk, és mindenkit el kell látnunk a kerületben, aki erre nem képes. Hát legyen úgy, hogy erre ne legyen szükség, de ezt inkább kisebb, mint nagyobb reménységgel mondom. Minden esetre megnyugtató az, hogyha tudjuk, hogy emberi erőforrásban, hogyha szükséges, akkor nem lesz hiány, de lenne is legyen rájuk szükség. Bedő Kata, köszönöm szépen a rendelkezésünkre át. Én köszönöm, viszont hallásra. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzanak egymásra és magukra, amennyire csak tehetik, viszontlátásra.